Borzasztó sokan mondott ez a mérkőzés, én nekem most ez a véleményem. Én azt gondolom, hogy a mérkőzés összképét tekintve egyenlő erő küzdelmét amit láthatták a szurkolók. Itt is ott is voltak lehetőségek, és hát egy ilyen szerencsétlen megmozdulás követően, hogy bepasszoltuk az ellenfélnek a labdát az üres kapuba, utána beütötte és 2-1 ezt a mérkőzést megnyerték, ez egy borzasztó szerencsétlen mozdulat volt, ez ellen sajnos a kispadon nagyon keveset lehet tenni. Nyilván ilyen a futball, tehát hibázott már ilyet sokkal jobb játékos is, ezeken kell dolgozni, hogy ezeket ki tudjuk küszöbölni. Nagyon sok lehetőség volt, nyilván azokat a játékosokat nem tudtuk most szerepeltetni, akik azért erősítés jelenthetnek számunkra az elkövetkezendő bajnokságba. Remélem, hogy a papírjaik rendben lesznek, és az első bajnoki forduló már bevethető állapotban lesznek. Visszaállt már a keret? Formálódik, még maradjunk annyiba, tehát vannak még játékosok, vannak még kiszemetek, akiket szeretnénk megegyezni. Nagyon nagy szükségünk lenne rájuk, hát remélem, hogy ezek a tárgyalások sikerrel zárulnak. Kik a biztosak? Hát a Káposzta testvérek, a Káposzta Balázs és Zsuzsák Péter, ők biztosak, a Burai Attila biztos, a Korán Dani biztos. Most így hirtelen ennyit az Ahmednak is úgy tudom, hogy rendben van a papírja, nigériai játékos, illetve a Takács Robert Szlovákiából őnek is rendben van, csak mi nem érkezett meg. Heti 4 alkalommal készülünk, plusz a mérkőzés. Játékban vannak nagyon nagy hiányosságaink. Én azt gondolom, hogy a fizikális dolgokban ott vagyunk, ezt a második fél idő is bizonyította, hiszen az utolsó pillanatban is nekünk volt még erőnk, illetve lehetőségünk. Viszont játékilag sokkal jobban össze kell szokni, nagyon sok az új játékos. Nem nagyon értjük még, nem nagyon szoktuk még meg egymást, úgyhogy ezen dolgozunk az elkövetkezendő hetekben. Mi megyünk mind a ketten át, gyerekek! Hold on.